Vécsei Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szerkesztő úr, és a Szilas Televízió nézőinek is. Néhány héttel ezelőtt Gyémesi György Gödöllőváros polgármestere járt itt a stúdióban, és neki tulajdonképpen azokat a kérdéseket tettük fel, amelyek az ön által kezdeményezett Gödöllői Lakossági Fórumon Kósa Lajos frakcióvezető úr részéről, meg az ön részéről felmerültek Gödöllővel kapcsolatban. És hát ezek között az egyik sarkalatos kérdés például az volt, hogy Gödöllő városa a több ízben is, ahogy tetszik, nem élt azzal a lehetőséggel, hogy állást foglaljon az önkormányzat képviselő testülete a tömeges migráció okozta válsághelyzettel kapcsolatban. Hát erre merült fel az a kérdés, akkor Gödöllő valószínűleg be akar telepíteni 1500 migránst, erre pedig polgármester úr úgy reagált, hogy tulajdonképpen az 1500 migráns kérdés, az Gödöllőre telepítésének kérdés, az hasonló komolyságú, mint az ön által választási ígéretként elhangzott uszoda vagy zajvédőfal kérdése. De gondolom, ezzel kapcsolatban önnek nyilván van már kész válasza, hiszen uszoda ügyben történt némi előrelépés. Persze, hiszen a szerkesztőségük is részt vett 27-én az uszoda szerződés aláírásán. Ha szerkesztő úr ezt a párhuzamba állítást, vagy ezt a kérdést március 15-e előtt teszi föl nekem, akkor megvallom őszintén, zavarba lettem volna. Március 15-e után viszont ezek a dolgok, és ez a párhuzam is egészen más megvilágításba kerül, szerintem. Ugye március 15-e előtt bármennyire is érzékeltük azt, hogy nagyon megváltoznak a dolgok Gödöllőn, bizonyíték nem igen volt rá. Március 15-én azonban azon a főtéren, Gödöllői főtéren, ahol egyébként a politikai tevékenység tiltott, tehát semmilyen politikai tevékenységet nem lehet végezni, azon a főtéren bejelentette Gyémesi György, hogy egy új pártot alapított, és mit ad Isten, ő az elnök ennek a pártnak. Ezt a tényt, ezt tavaly februárban a lebukása óta is tagadta, még szeptemberben nyíltan a kamerák előtt is letagadta, hogy ő bármiféle pártmozgásban részt venne. Március 15-e után ezt már nem lehet letagadni. Tehát ha most merül föl ez a kérdés, akkor azzal kell indítanom mindenképpen, hogy ennek valamiféle kerete, alapja mindenképpen kell, hogy legyen, és ez az alap, ez kétségkívül az, hogy Gyémesi György nagyon megváltozott. Én 1989-ben ismertem meg őt, amikor a Gödöllői MDF-be jelentkezett, és mi az elnökségben őt fölvettük. Utána éveken, hosszú éveken keresztül szövetségesnek tekintettem, segítettük egymást mindenben. Én úgy érzékeltem, hogy olyan 2006-tól kezd el erőteljesen változni, és nem értettem. Akkor földolgoztam magamban azzal, hogy valószínűleg a 2006-os választási vereséget nem tudja földolgozni, de aztán annyira gyökeres fordulatok álltak be, most már lényegében mindenben ellentétes, szinte mindenben ellentétes álláspontot képvisel azzal, ahogyan korábban állást foglalt, azzal az értékrenddel, ahogyan, amelynek szellemében korábban dolgozott. Tehát egyszerűen nem lehet ráismerni. Most ami a kérdésnek a keretét tehát illeti, szerintem ezt az erőltetettnek tűnő párhuzamot is érdemes onnan megközelíteni, hogy ezt már nem egy város független polgármestere mondja, nem a városért való aggodalom vezérli, hanem itt nagyon kemény pártpolitikai megfontolások állnak ezek mögött, az állítások ezek mögött, a párhuzamok mögött. És ami a konkrét kérdést illeti, mondjuk a migránskvótát. A kvóta referendum kapcsán, és előtte a nemzeti konzultáción is. De teljesen egyértelmű volt a magyar embereknek az az álláspontja, gödöllőiek álláspontja is, hogy egyetlen migráns sem akarunk az országban. Most ezzel szemben Gyémesi György olyan álláspontot foglal el, Badisül a testvértelepülés példáját fölhozva, hogy ott 100 migráns család betelepítése milyen pozitív dolog, mennyire jól együtt lehet élni velük. Ez bizony Gödöllővel arányosítva jócskán 200-240 migráns családot jelent, és egy átlagos migráns család lélekszámát tekintve ez bizony elérheti az 1500 főt is. Tehát nem a
nem az elutasítás az alap hozzáállása Gémesi Györgynek ehhez, hanem pozitív példaként igyekszik bemutatni, igyekszik eladni úgymond ezt a kötelező betelepítési kvótát, és ez teljesen egyértelműen szembe megy a gödöllőiek álláspontjával is, hiszen a migránskvótáról tartott népszavazás kapcsán több mint 10 000 gödöllői mondta azt, hogy ezzel nem ért egyet. Többen mondták, mint ahányan egyébként mondjuk polgármester választása vagy országgyűlési választásokon részt szoktak venni. Nagyon-nagyon megfontolandó, hogy szabad ennyire szembe menni például a gödöllőieknek, a gödöllőiek ilyen többségének az álláspontjával, mert a város polgármesterének mégiscsak az állampolgárok, a polgárok véleményét kéne képviselni. Teljesen egyértelmű, hogy ebben az ügyben ő nem polgármesterként, hanem egy ellenzéki, mégpedig elég nyilvánvalóan balliberális oldal felé sodródó ellenzéki párt elnökeként egy ellenzéki pártálláspontot jelenít meg. Nagy kérdés, hogy ezek a gödöllőiek számára vajon elfogadható-e? Szerintem nem. Bocsánat, itt csak annyit hadd tegyek hozzá, mert ugye az a műsor is lement, és annál is itt ültem, és a tévében is megnéztem, még mielőtt önnel találkoztam, tehát azért nem megyünk el amellett, hogy Gémesi György arra hivatkozik, hogy majd, ha az önkormányzat saját maga úgy dönt, hogy ebben állást foglal, akkor állást foglal, csak központilag ráerőltetett kérdésekben nem majd asszisztálni, és ez egy kicsit más fényben tünteti fel a dolgot, de ezt ön gondolja, nyilván nem akarok ön helyett véleményt mondani, csak közbeszúrtam. Hát akkor, amikor az önkormányzatok többségének nem derogál az, hogy egyébként a kormány segítse ebben a brüsszeli bizottság és Soros által egyre elkeseredettebben védett és ránk erőltetett nézet elleni küzdelemben, akkor, amikor az önkormányzatok többsége, a felelősen gondolkodó önkormányzati vezetők hajlandók kiállni és segíteni a kormányt ebben a küzdelemben, hiszen a kormánynak nagyon nagy fegyvertény az, hogyha azt tudja fölmutatni, hogy az önkormányzatok többsége is mögött áll, a kvóta referendum után az emberek többsége mögött áll. Minden kicsi segítség jól jön a kormánynak. Ebben nincs olyan, hogy nincs feladata egy önkormányzatnak, ebben minden egyes állampolgárnak feladata van, nem hogy egy város polgármesterének, egy város képviselőtestületének. Tehát ha ezt a minimális segítséget nem hajlandó egy város megadni egy ország vezetésének ebben a küzdelemben, ha nem hajlandó egy város vezetése, a most már egyébként tehát a városlagok többségének tudott véleménye mögé állni, akkor szerintem elég nagy baj van abban a városban, azon a településen. Igen, akkor tulajdonképpen nem tudom, hogy az úszodára rátérhetünk-e, hiszen ott történt egy ilyen fordulat. Igen, és azért gondoltam, hogy egy ilyen hosszabb felvezetés keretében megpróbálok magam számára is egy kicsit magyarázatot lelni arra, hogy miért ez az erőltetett párhuzam, és miért, hogyan jönnek össze ezek a dolgok, a migránskvóta mondjuk az uszodával, vagy a zajvédőfallal. No, ebben az összeállításban tulajdonképpen az uszoda kérdés mögött is egy ilyen pártpolitikai játszma sejlik föl, hiszen színleg ugyan támogatja a város az uszoda projektet, de közben olyan dolgokat lehet hallani, hogy nem lesz ebből semmi, aztán, hogy elvette a kormány 3,5 milliárdot, amit az uszodára szánt, a Kósa, ugye a Kósát idézte szerkesztő úr, ugye a Kósa nem tudja, hogy 870 millióból nem lehet uszodát építeni, és hasonló badarságok hangoznak el. Hát azt hiszem, hogy tulajdonképpen, bocsánat, de én jól értelmeztem, tehát ami ott elhangzott a fórumon, az volt, hogy a kormány előtt van egy újabb, és azóta ugye nyilván alá is íródott a történet, egy újabb 800-valány millió plusz áfás összeg, amiről én egyértelműen úgy gondoltam, hogy ez kiegészítése annak a forrásnak, ami eddig rendelkezésre is valószínűleg kevés. Viszont elég tényszerű, hogy nekem is el kell gondolkodnom rajta, mert kimondásra nem került, ha ilyen csúnyán fogalmazhatok. Hát azt mondta volna a frakcióvezető úr, hogy a meglévő 3, nem tudom hány tized milliárd mellé még
1 milliárd, akkor az sokkal jobban hangzik, mint hogy 1 milliárd. Tehát valószínűleg itt egy félreértés is közrejátszik, de hát megint nem ön helyett szeretnék fogalmazni. Tehát az úszodára, tehát akkor tegyük hozzá, hogy ha mindent összerakunk, majdnem 5 milliárd forintból fog majd. Ez pontosan így van. Egyébként a szövegkörnyezetben teljesen világos volt, és a később elkészült kormányhatározatból is egy kiegészítő forrás. Hiszen 2014-ben, amikor ennek az egyébként nagyszerű dolognak a bejelentése megtörtént, amikor a kormány elhatározta ezt a beruházást, akkor biztosította ezt a 3,57, majdnem 3,6 milliárdot erre a projektre. Nem vette el a kormány sem 2015-ben, sem 2016-ban, sem a 17-es költségvetésben, sem a 18-asban is benne van ugyanez az összeg. Tehát ez egy álhír, ez egy hamis hír, hogy bármikor a kormány ezt elvette volna. És teljesen egyértelmű, hogy a 2014-ben meghatározott programhoz képest egy 2017-ben közbeszerzésen áteső folyamat nyomán kiegészítő forrásra van szükség, mert a 14-es árak nyilván nem egyeznek a 17-es árakkal. Ez a kiegészítő forrás az arra szolgál, hogy az uszoda megvalósítható legyen. A kormánynak változatlanul nagyon fontos ez a beruházás, oda tette ezt a plusz forrást. Egyébként a 27-i sajtótájékoztatón, amikor itt Gödöllőn történt meg a szerződés aláírása, én meglehetősen pontosan igyekeztem elmondani, hogy ebben az elmúlt 3 év, 3 hónapban milyen intézkedések, milyen műszaki, pénzügyi, finanszírozási, tervezési, közbeszerzési, jogi, stb. Intézkedések történtek. Például ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy az egyetemi tankertészet, ami ugye elfoglalta a területnek egy jelentős részét, az egyetemi tankertészetet például 300 millió forintból kellett áttelepíteni az új helyszínére, tehát jól mondja a szerkesztő, ha ezt a 300 milliót is a projekthez számoljuk, akkor most már arról beszélhetünk, hogy közel 5 milliárd áll rendelkezésre. Hát hozzá kell számolni. Hozzá kell számolni nyilvánvalóan. De hogy a fölvetés vagy az erőltetett párhuzam kapcsán számomra mi a nagyon érdekes ebben az ügyben. Szóval itt most valami egészen különleges dolog történt. Az elmúlt 27 évben, 28 évben Gödöllő sem kormányzati, sem önkormányzati forrásból ilyen volumenű, ilyen nagyléptékű közjóléti feladatokat szolgáló beruházást nem kapott. Tehát, és arról nem is beszélve, hogy ez a gödöllőieknek 30 éves álma, legalább 30 éves álma. Tehát minden adott lenne ahhoz, hogy közösen minden gödöllői együtt örüljön annak, hogy végre eljutottunk idáig, megkezdődik majd az építkezés, és lényegében egy parlamenti cikluson belül az ígérettől a megvalósulásig eljutunk. Itt egy 50 méteres medence, egy 6x10-es tammedence, egy minden igényt kielégítő korszerű wellness központ, tágas öltözők, üzletek, beléptető tér, sajtószoba, az összes kiszolgáló gépészet és egyéb létesítmény elkészül. Egy egyébként nagyon szép és igényes kialakítású épületen belül, ami abszolút illik Gödöllőhöz. Tehát egy nagyon klassz dolog készül, és ezzel szemben ugye azt tapasztaljuk, hogy itt valamiféle ilyen fanyalgás, meg hitetlenkedés van. És hát egy csomó ilyen elnézést, de összeírtam mindenféle ilyen fanyalgó és igaztalan állításokat tartalmazó utóbbi időben keletkezett állításokat. Én most mindegyiken nem mennék végig. A lényeg az, hogy nem vette el a kormány a 3,6 milliárdot, sőt, kiegészítő forrást adott hozzá, és megvalósulhat a dolog. Ami nagyon érdekes, és ezt a politikai, a gödöllővárosi vezetés politikai párfordulását mutatja, az talán ez a uszoda ügynek a kampány ígéretek terébe való tolása. Mert a kormány részéről teljesen egyértelmű, hogy nem kampánytéma ez, hiszen egy ciklus időn belül, egy bő 4 éves időn belül ez megvalósul. Viszont ha szerkesztő megengedi nekem, én összeszedtem egész pontosan, hogy a gödöllői uszoda az milyen
kampányígéretek gyanánt hangzott el az utóbbi időben, utóbbi 27 évben, és abszolút megértem egyébként, amikor a gödöllőiek türelmetlenek, amikor szkeptikusak, hiszen hozzá kellett szokniuk ahhoz, hogy kampányígéreteket kapnak az uszodára, és ezek rendszerint nem teljesülnek. Tehát tényleg nagyon tényszerűen 1994-ben a városvezetésnek, Gémesi György városvezetővel az élén, az volt a kampány ígérete, hogy a városi uszodában minden gödöllői gyermek 14 éves koráig tanuljon meg úszni az iskolai oktatás keretein belül. 1998-ban úgy hangzott a kampányígéret, hogy megteremteni a városi igényeknek megfelelő strandolási lehetőséget. 2002-ben úgy hangzott a kampányígéret, hogy a termálvíz hasznosítása, gyógyfürdő és strand megépítése külső befektető partnerek bevonásával. 2006-ban a kampányígéret úgy szólt, hogy az idegenforgalom fejlesztését, a termálfürdő és gyógyászati központ megvalósítását tűzi napirendre a város vezetés a következő ciklusban. 2013-ban, akkor már a 14-es választásra készülve, szó szerint idézném, ekkor az egyetemi strand 2012-es bezárásakor határoztuk el, hogy megkezdjük egy komolyabb sportolásra, szabadidő eltöltésére és oktatásra egyformán alkalmas, a stranddal ellentétben nem csak egy-két hónapig, hanem az egész évben nyitva tartó uszoda megépítésének előkészítését. Minden választási ciklusra ráfordulva, Gödöllőn ez választási ígéretként hangzott el. Egyikből sem valósult meg semmi. Mennyire vehetők komolyan ezek a választási ígéretek? Számomra ebben a megvilágításban az jön elő, hogy egyrészt a gödöllői vezetés nem volt képes ezt megcsinálni, másrészt pedig, ha más akarta megcsinálni, azonnal egyfajta rivalizálás kezdődött, mint ahogy az egyetemmel 2012-ben, a technikai apróságokkal ellehetetlenítették, hogy az egyetem a strandot rendbe tegye, most pedig a kormánnyal a gödöllői uszoda kapcsán, tehát ez a rivalizálás láthatóvá vált, és ennek a gyökere most már így március 15-e után egyértelmű, itt egy ilyen ellenzéki pártpolitikai játszmáról van szó. Tényleg csak zárójelben jegyzem meg, mert nagyon sok gödöllői még mindig nem tud róla, hogy időközben már a múlt évben megnyílt az egyetemi strand, idén már teljes szezonban üzemel, most éppen gyermek úszótáborokat szerveznek ott, és ha minden igaz, akkor őszre fedelet is kap, tehát zártá teszik, és egész évben használhatóvá teszik, mindez az egyetem munkájának köszönhetően. Tehát látunk itt egy ilyen színjátékot, ami látszólag támogatja ezt az uszoda beruházást, valójában azonban különböző kételyeket, meg hamis állításokat fogalmaz meg ezzel kapcsolatban. Megértem. Abszolút megértem. Tehát emberileg legalábbis. Tehát amikor polgármester úr, pártelnök úr rágondol erre az uszodára, vagy csak ha elkészül és arra megy és rátekint, kétségkívül mindig ennek a 28 év polgármesterségnek és a 8 év országgyűlési képviselőségének, hiszen két teljes ciklusban országgyűlési képviselő is volt. Tehát én megértem emberileg, hogy mindig ennek a 28 évnek, plusz 8 évnek a sikertelensége jut eszébe arról, hogy az uszoda elkészült, és hogy még ezt sem tudta Gödöllőnek megcsinálni. De hát mégiscsak az a lényeg szerintem, vagy az lenne a lényeg egy felelős városvezető számára, hogy elkészült végre ez az uszoda. Most hát szabad ez valami, hogyha már itt az emberi tényezőknél tartunk, akkor azért hagyj egyezem meg, hogy a beszélgetés során, a polgármester úrral beszélgettünk itt, többször elhangzott az, és én azt gondolom, hogy ez egy picit lehet, hogy jogos sérelem is, hogy ő úgy érzi, hogy teljesen ki volt hagyva ebből az egészből. Tehát arra a tájékoztatóra nem volt meghívva, ő azt mondja, nem kapott rá meghívót, amikor is miniszter úr is itt volt kint, és ugye az uszoda leendő területén megtörtént a tájékoztató. És menet közben az egész folyamat során az önkormányzat, mint a kimaradt volna ebből, holott mégiscsak Gödöllő területére kerül ez az uszoda. Én csak mondom, amit hallottam, ön mit gondol erről? Ha Gödöllőn egy cég, külföldi, belföldi magáncég, mondjuk egy csarnokot, egy
termelőkapacitás Bálint fölépít, arra sem szokták a polgármestert meghívni. Ez az uszoda beruházás, ez állami tulajdonú területen, kiemelt kormányberuházás keretében, tehát mindenféle helyi szándékot vagy esetleges késleltetési lehetőséget kizárva valósul meg. Tehát nyilvánvalóan az egyeztetés folyamán a szükséges személyeket vagy szervezeteket bevonják, így például a Gödöllőváros főépítésze végig ott tudott lenni a tervezés folyamán, amikor olyan kérdések merültek föl, amik a várost érintik. Mondjuk egy közműellátás, mondjuk egy vízellátás, például nyilván nem érint, ez a szakhatóságokra tartozik. Ez egy teljes mértékben állami beruházás. Hát én megértem, hogy mondjuk presztízs szempontokból ez nagyon fontos lett volna, hogy ha már nem sikerült 27 éven keresztül megépíteni városi uszodát, akkor legalább erre lehetett volna utogatni, hogy ehhez valami köze van. De hát ez egy kiemelt állami beruházás, ami megy a maga útján. Nem arról szól, hogy a polgármestert vagy bárki egyebet, akinek egyébként ott éppen nincsen dolga, azt teljesen fölöslegesen meghívogatják. Önérzeti szempontból megértem, de egy kiemelt állami beruházásnak ez a menete. Én értem, és egyébként a dologhoz azt is hozzáteszem, hogy a mostantól már, hogyha időkorlátokat szabunk, vagy határokat, hogy március 15 előtt mi volt, meg 15 után mi volt, akkor azt mondom, hogy egy másik határvonal, vagy időpont ez a sajtótájékoztatóval egybekötött szerződés aláírás. Mert azt gondolom, most beszélgetnénk a polgármester úrral, nyilván másokat mondana, mint akkor, amikor még nem volt információ róla. És hát valljuk be őszintén, hogy nyilván ennek oka van, hiszen ön pontosan tudja, hogy küzdeni kellett érte, lobbizni kellett érte, hogy megvalósuljon, és ezzel együtt információk nem nagyon jöttek. Ön is volt itt a stúdióban, amikor mondta, hogy igen, folyik ennek az előkészítése, jó úton haladunk, de konkrétumok úgy nagyon nem hangzottak el. Ez meg egy ilyen derültékből hirtelen jó hírként csapott le, hogy hát hiszen a tervek készen vannak, és hiszen alá is írtuk a szerződést. Tehát most más információk vannak már a dologban. Remélem, hogy ez változtat a hozzáálláson is. Még annyit hadd jegyezzek meg a szerkesztő felvetése kapcsán, hogy én országgyűlési képviselőként sem vagyok ott minden ilyen beruházásnak a mindennapjaiban. Nyilván, amikor valamilyen fontos fordulópont van, arról kérhetek vagy kaphatok tájékoztatást, de ez se feltétlenül így van. Az én szerepem az volt 2014-ben, hogy a kormányhoz eljuttassam ezt a gödöllői igényt, örülök neki, hogy meghallgatásra talált, és remélem, hogy elő tudom segíteni, hogy ez szépen és jól elkészüljön, de én se vagyok ott minden fázisnál. Most csak az információra visszatérve, azért lehet, hogy nyelvbotlás volt, de olyanokat azért mégsem kéne mondani a polgármester úrnak, hogy én ezt 2006-ban ígértem meg. Hát 2006-ban ő ígérte meg, a akkori választási ígéret ez volt. Jó, ez nyilván nyelvbotlás volt. Valószínűleg nyelvbotlás volt. De egyébként sajnos ugyanez a kategória a zajvédőfalnak az esete is. Ugye 2006-8 körül az akkor még szocialista kormány vette le napirendről a blahai zajvédőfalnak a magasítását, illetve meghosszabbítását, ezt az egész kérdést letolták. Nem igazán volt a város részéről lobbyerő, nem sikerült elérni, hogy napirenden maradjon. Most az, hogy 2014-ben napirendre vetettem, hogy ismét a kormányzatnak az útprogramjába fölvetettem, az, hogy sikerült ott tartanom 4 éven keresztül, nem volt egyszerű, szerkesztő úr, mert nagyon sok megalapozott igény van, és mindig több a megalapozott igény, mint amennyi fejlesztési forrás rendelkezésre áll. De sikerült 4 éven keresztül napirendre tartani. Utolsó információim szerint a közbeszerzése ennek lezajlott, és őszre elkészül a zajvédőfal. De hát szóval itt is valahogyan szerintem egyensúlyt kéne tartani. Tehát a város nem volt képes, a városvezetés nem volt képes arra,
hogy egy évtizeden keresztül valamilyen eredményt érjen el ebben a dologban, amikor sikerül eredményt elérni, amikor napirendre van tűzve, akkor pedig az a téma, hogy miért nincs még mindig kész. Tehát ez, én azt gondolom, hogy itt nem információhiányról van szó, hanem kénytelen vagyok megismételni, megint csak azt látom benne, hogy itt egy politikai játszma zajlik. Ugye valamiért úgy gondolják, hogy egy ilyen ellenzéki pártpolitikai álláspontból, ilyen minél rosszabb, annál jobb alapon, ebben is bele lehet kötni a kormányba, bele lehet kötni az országgyűlési képviselőbe, hát Húzsi, akkor beszéljünk ezekről a dolgokról. Jó, Zajvidőforra már említette, hogy őszre valószínűleg elkészül, de mit lehet tudni az úszodáról, hiszen az időpont az úgy hangzott el, hogy az engedélyeztetés, nem tudom milyen engedélyek beszerzése után kezdődhet az építkezés. Ez időpontban körülbelül mire tehető? Miután én beölem 2014-ben is, meg azóta is többször próbáltak már kicsikarni időpontokat, én pont ennek a beruházásnak a kapcsán megtanultam, hogy nem mondok időpontokat. Tehát a aláírás megtörtént, innentől kezdve elkezdődik ennek a kivitelezése. Én úgy tudom, hogy itt ősszel már effektív építkezés lesz, ha az engedélyezési folyamat nem akad el, bízom benne, hogy nem akad el. Tehát azt a reményemet tudom megfogalmazni, hogy ősszel már látható nyomai lesznek annak, hogy elkezdődik az építkezés. Egyébként még mindig ehhez az elsikkasztott örömhöz visszatérve. Szóval azért Gödöllő, én nagyon szeretem, nekem szülővárosom Gödöllő. Itt születtem, az életemnek a meghatározó időszakait itt töltöttem. Itt jártam iskolába, itt laknak a szüleim, itt laknak a felnőtt gyerekeim a családjukkal, itt dolgozik a feleségem, országgyűlési képviselői irodám itt van. Tehát én napi szinten érzékelem Gödöllőt, és pontosan az ilyen hozzáállások kapcsán, az ilyen erőltetett párhuzamok, beruházások, összeerőltetése kapcsán, talán másoknál egy kicsit korábban, de én is azt kezdtem el érzékelni, hogy Gödöllőn valahogyan nagyon rossz irányba fordultak a dolgok. Ugye, itt a Gödöllőnek a térségi szerepét kéne minden szempontból erősíteni, mert erre minden lehetősége megvan Gödöllőnek, hogy térségi vezető település legyen. Például az úszoda kapcsán is olyan furcsa felvetés, hogy miért ilyen nagy. Hát ez arról tanúskodik, hogy akik erről beszélnek, azok nem értik, hogy ez Gödöllőjé, de nem csak Gödöllőt szolgálja. Hát ez kiszolgálja Gödöllőnek a 120 vagy a tágabbat nézzük, akár 150 ezeres vonzás körzetét, az óvodásoktól az iskolásokig, a Szent István Egyetem 6000 egyetemi polgárát. Pont az egyetemi hallgatókra építve lehet nagyon jól látni azt, hogy mondjuk óvodától el lehet kezdeni egy vízesport központ építését, ami ha első osztályú, országos szintű vagy akár európai szintű úszás vagy vízilabda eredményekben csúcsosodik ki, akkor Gödöllő ezzel fölkerül a vízisportoknak a magyarországi vagy akár európai térképére is. Tehát nem szabadna ezt a bezárkózó politikát preferálnia ennek a pártvezetésnek, amit átvette az irányítást Gödöllőn, és egyébként minden még inkább a sikerekre predesztinálná Gödöllőt, hiszen jogos igények vannak. Hiszen jó apparátusa van, megfelelő létszámban, megfelelő szakembergárdával arra, hogy minőségi pályázatokat írjanak. És Gödöllő minden pályázatot megnyer, amin elindul, legutóbb éppen egy 300 millió körüli kerékpárút építési pályázatot. Tehát azt mondhatjuk, hogy sikeresek ezek a Gödöllő fejlesztésére irányuló pályázatok, hogy miket nem nyer meg. Hát ez március 15-e után, ha ide kötjük a dátumot, nagyon jól látszik, azokat a pályázatokat nem nyeri meg Gödöllő, amelyeken nem indul el. És nagyon beszédes, hogy milyen pályázatokon nem indul el Gödöllő. Ha megengedné szerkesztőre, mondanék néhány példát. Ugye embereket nagyon közelről érinti az egészségügy helyzete. Gödöllő nem indul el azokon a pályázatokon, amelyek az egészségügyi infrastruktúra javítását, a Tormai Károly rendelőintézetnek a korszerűsítését, bővítését, eszközfejlesztését tenné lehetővé.
nem indul el ezeken a pályázatokon, pedig itt a jó példa, többször is beszélgettünk már azt hiszem ebben a műsorban is arról, hogy Aszódon mi történt. Ugye az Aszódi önkormányzat úgy döntött, hogy az állami fenntartás után állami működtetésbe is adja a rendelőintézetet, és lám-lám, pár évvel ezelőtt még arról folyt a beszéd, hogy talán be kell zárni a rendelőintézetet, mert nem tudja senki működtetni. Most pedig egymást érik azok a pályázati felújítások, amelyek révén bővül, új eszközöket kap. Az egész Galgamenti térség, 40 ezer ember azt tapasztalja nap, mint nap, hogy egyre korszerűbb és jobb minőségű ellátást kap. Hogy Gödöllő például miért nem pályáz ilyenekre, március 15-e után nem értettem volna. Most kénytelen vagyok azt mondani, hogy hát ha pályázna, és Aszód mintájára nyerne ilyen fejlesztési pénzeket, vagy urambocsá, megengedni, nem foggal körömmel ragaszkodna az önkormányzati működtetéshez, hanem átengedni az állami működtetés, hogy állami rendszerbe integrálható legyen, akkor lehet, és hogy nagy valószínűség az történne, ami Aszódon is, hogy az emberek azt érzékelnék, hogy egyre jobb az ellátás. Javul, korszerűsödik, bővül az ellátás. Minden normális ember szerintem ezt preferálná, minden normális ember ezt szeretné. Ha Gödöllő erre nem pályázik, akkor ezek szerint a város vezetése ezt nem szeretné. Erre pedig csak egyetlen egy magyarázat van. Ha nem akarja ezt a város vezetés, akkor ez nyilván a pártpolitikai érdeke, ami ezt diktálja. Nem lehetne olyan vehemensen támadni az egészségügyi rendszernek a hiányosságait, hibáit, hogyha egyébként az emberek napi tapasztalata mást mutat. De ott szintén az emberek napi életét érintően ott vannak az iskolák. Ugye a polgármester úr azt hiszem az ön műsorában is, de korábban és más fórumokon is rendszeresen arról panaszkodik, hogy a önkormányzatok milyen jó gazdái voltak a köznevelési intézményeknek, oktatási intézményeknek, és az a csúf állam elvette tőlük a működtetésnek a lehetőségét, kikényszerítette, hogy átadják a tankerületnek. Most nem tudom, hogy van-e még egy olyan önkormányzat a megyében, vagy akár az országban is, amelyik olyan statikai műszaki állapotú oktatási intézményt adott volna át az államnak, a tankerületnek, mint amilyen a Hajós iskola. De a Hajós iskoláról évek óta azt lehet hallani, ez terjedt, hogy életveszélyes állapotú az épülete. Ezekben a napokban, ha jól tudom, akkor egy ilyen független statikai mérnöki vizsgálat folyik, hogy valójában milyen állapotban is van a Hajós iskola, de ha a vizsgálatok azt támasztják alá, hogy valóban életveszélyes állapotú, akkor nagyon megalapozott az a kérdés, hogy ez a idézőjelbe tett jó gazda önkormányzat hogyan tűrhette éveken keresztül, hogy ilyen állapotban legyen az iskolája. És most miféle felvetés az, hogy a tankerület ilyen vagy olyan gazdája az iskolának, amikor lehet, hogy a Hajósnak a felújításával, vagy esetleg ha a Hajós helyett újat kell építeni, a tankerületnek az összes felújítási pénzét elviszi a járás a tankerület többi intézménye elől. De hasonlóképpen hát kevéssé szívderítő történet, nem tudom, hallott-e róla a szerkesztő úr, a Török Ignác gimnázium udvari sportpályája. A közvetlen életveszély elhárításra az idén nyáron a tankerületnek 23 millió forintot kell fordítania. Hát ez a közvetlen életveszély az udvari sportpályán, ez nem tegnap keletkezett, ez régi keletű. Milyen jó gazda az a jó gazda, aki életveszélyes állapotban hagy egy iskola, egy gimnáziumi sportpályát. Messzire vezetnének ezek a kérdések nyilván. Én nagyon szívesen mondanék még például útpályázat. Nem tudom, hogy beleférünk-e az adás időbe. Március 15-e után nehezen találtam volna magyarázatot arra, hogy mondjuk a Gödöllői önkormányzat miért nem pályázik az M3-as körforgalmú lehajtó és a kenyérgyári út összekötésére. Hiszen ezzel a nem kevés iparűzési adót fizető haraszti ipar területet közvetlen az autópályáról lehetne föltárni, és ráadásul egy hatalmas forgalmi terhelést le lehetne venni az M3-as autópálya és a Dózsa-György út csomópontjáról, ahol az utóbbi időben bizonyára szerkesztő is tapasztalta már bizonyos napszakokban, csak rendőri forgalom irányítás mellett lehet már közlekedni. Simán rápályázhatott volna az önkormányzat, mindenben támogattam volna, ha nem pályázik, nem is fog nyerni rá, és nem is fog megvalósulni ez a dolog. Vagy a
most az úszodára egy pillanatra visszatérve, mert ott is van ilyen, ha annyira szeretjük, mint városi vezetés ezt az úszoda projektet. Ugye 14-ben történt a kormányzati bejelentés, 15-ben, 16-ban, 17-ben a költségvetésben már bele lehetett volna építeni az állomástér és az Isoszegi út közötti Ady Endre útszakasznak a rendbetételét, hiszen ez kétségtelen az építési forgalommal és később az úszoda használata során nagyobb forgalmi terhelést fog kapni. Ezzel a főépítészasszony is, városvezetés is abszolút tisztában van, többször emlegették is ezt a problémát. Az Ady Endre sétánynak ez a szakasza, meg egyébként az egész Ady Endre sétány is önkormányzati tulajdonú és önkormányzati kezelésű. Ha nem pályáznak rá, vagy nem adják át állami kezelésbe, akkor mit lehet tenni? Hát ha engem nem keresnek meg, hogy segítsek ebben, én hogy tudok segíteni? Nagyon szívesen megtenném. Lehet, hogy nem az a cél ebben a pillanatban, hogy valóban minden jól menjen, hanem lehet, hogy vannak itt olyan hátsó szándékok, hogy később talán majd ez jól fog jönni, amikor megint ilyen kifogásokat lehet támasztani. Tehát egy csomó olyan dolog van, amire nagyon furcsán néz az ember, és így március 15-e után azt kell mondjam, hogy valószínűleg ilyen politikai háttérjátszmák vannak itt a hátterében. Rátérhetünk-e a Városházára? A Városházával kapcsolatban ugye polgármester úr reagált arra, úgy tetszik, bírálatra, hogy ez nem igazán helyes döntés, amit hoztak a Városháza lebontásával kapcsolatban. Na most ön is látta a műsort, nyilván polgármester úr elmondta, hogy tulajdonképpen az épület megmentésével, helyreállításával, hasznosításával kapcsolatban őt megkeresték a megyei kormányhivatalt, javaslatot tettek arra, hogy közösen hasznosítsák a járási hivatallal, közösen újítsák fel. Javaslatot tett arra is, hogy átadja, amikor kiderült, hogy ezek az előzőek nem mennek. És mégis Koltán Sándor utcában valósult meg 1 milliárd, nem tudom mekkora költségből a járási hivatal. Tehát ezt is értem. A másik meg, amit mondott, az, hogy az épület sorsával kapcsolatban azért egy közvéleménykutatást végeztek, aminek az volt az eredménye, hogy a lakosság nagyobb része, a válaszadók döntő többsége nem épületet akar oda, hanem közteret, parkot, egyebeket. Önnyi a szópó, képviselő. Köszönöm szépen. Idézzük föl, hogy hogyan kezdődött a történet. A történet az én olvasatomban egy bejelentéssel kezdődött, amely szerint a Városháza épülete életveszélyes. Miután ezt később semmivel nem tudták alátámasztani, nem is lenne indokolt, mert annyira azért nem öreg az épület, elkezdődött ennek a bonyolult történetnek a felépítése, amit itt a szerkesztő is idézett, tehát hogy ilyen tárgyalások, olyan tárgyalások folytak. Erre én nem szeretném a szót vesztegetni, mert nem én vagyok a járási hivatal vezetője, nem én vagyok a megyei kormányhivatal vezetője. Annyit azonban megkockáztatok, hogyha a megyei kormányhivatal vezetője szembesül ezekkel az állításokkal és elmondja a saját verzióját, akkor ez az egész történet ez dugába dől abban a pillanatban. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy nem úgy történt. Az egésznek, hogy miért kellett ezt csinálni, miért így alakult, miért van ez a nagyon bonyolult történet, és miért kell végül is lebontani a Városházát, én szerintem nem kell mindig a legbonyolultabb dolgokra gondolni. Szerintem van egy nagyon egyszerű magyarázat. És ezt megint a március 15-e határvonal innenső oldalán mondom. Ez egy történelmi időpont, ez a március 15. Ez egy történelmi, igen, helytörténetileg mindenképpen egy fontos időpont. Szerintem valamikor a Gémesi György közvetlen környezetében meghozták azt a presztízs féltésből származó pártpolitikai döntést, hogy a kormányhivatalt ki kell szorítani a városközpontból. Ez nagyon jó ötletnek tűnhetett, mert nem kell osztozni a városközponton, nem kell oda beengedni a csúnya államot, akit ugye támadni akarunk, és akivel szemben fel akarjuk építeni a pártot. Csak azt nem vették figyelembe, hogy ezzel igazából nem az állammal tolnak ki, nem a kormányhivatallal tolnak ki. Hát ugye a szerkesztő, hogy kivel toltak ki?
Hát azokkal, akiknek oda ki kell járniuk a lakossággal. Pontosan, mégpedig az ügyeit intézni akaró lakosok közül is azokkal, akik a legszerencsétlebb helyzetben vannak, hiszen csak tömegközlekedéssel tudnak valahogy kivergődni a város szélére, de nem csak velük, hát igazából most már vannak ilyen hírek, kitoltak a belvárosban lévő üzlettulajdonosokkal, vendéglátóegységek tulajdonosaival, a piaci árusokkal, mert nekik azért nagyon komoly forgalmat jelentett az, hogy nap mint nap ügyet intézni járnak oda az emberek. Igen, csak mindezt a polgármester úr egyértelműen ellenkező irányba hárítja, hogy ő mindent megtett annak érdekében, hogy itt legyen a hivatal, hát és közösen hasznosítsák, és hogy az emberekkel nem. Önök műsorpolitikáját nekem nincs jogom meghatározni, egy javaslatot tehetek maximum, hogy esetleg a kormányhivatal vezetőjével érdemes lenne ez ügyben egy műsort. Vagy kerekasztal beszélgetés, amikor a térség meghatározó politikusait le tudom ültetni egy asztalhoz. Alig várom ezt az időpontot. De kérdezett még valamit, amire azért mindenképpen szeretnék válaszolni, erre a kis közvéleménykutatásra utalt a kérdésével. Ugye az egész történetnek az egyik legfájóbb pontja, hogy mennyire nem érdekelte a gödöllői városvezetést az, hogy a gödöllői emberek mit gondolnak erről a bontom-nem bontom témáról. Ugye május végén végzett a gödöllői Fidesz egy telefonos közvéleménykutatást. Ennek alapján, most szerintem nem fárasztom a nézőket a pontos számokkal, a gödöllőiek, tehát 1200-as minta, ami azért Gödöllőn szerintem elég nagynak számít, a bő egy negyedük nem hallott arról május végén, hogy a városházát le fogják bontani. 20%-uk értett egyet a városháza lebontásával, és 53%-uk nem értett egyet a városháza lebontásával. És itt nem mentség az, hogy megkérdeztük az embereket, hogy mit szeretnének a helyen látni. Tehát ez a szerkesztő úr is, gondolom a nézők is érzik, hogy mekkora különbség van a között a kérdés között, hogy egyetérte a lebontásával, és aközött a kérdés között, hogy lebontjuk, punktum, beszéljünk arról, hogy mi legyen a helyén. Tehát ez két különböző kérdés. Az emberek többsége a mi mérésünk szerint nem értette ezzel egyet. Most lehet ezt vitatni, lehet azt mondani, hogy ez nem hiteles mérés, hogy nem jó mérés, de nem helyettesíti azt, hogy a városvezetés, vagy nem teszi semmisé azt, hogy a városvezetés nem kérdezte meg a gödöllőieket arról, hogy egyetértenek-e bontása. Egyébként a múlt hetekben olvastam egy nagyon érdekes cikket, André Lászlóval készült egy interjú. André László egy neves gödöllői építésztervező, építési vállalkozó, aki egyébként annak idején a városháza tervezésében, építésében is részt vett, és ő úgy fogalmazta meg, tehát műszaki adatokat is mondott, és nagyon megalapozott, műszakilag nagyon megalapozott véleményt fejtett ki. Úgy summázta a véleményét, hogy ha a kocsink elromlik, azt sem rögtön a bontóba visszük, hanem először elvisszük, és megpróbáljuk megjavítatni, vagy felújítani. Hát körülbelül szerintem ez a városháza bontásnak a története is, de ez igazából a történetnek a kisebbik, vagy kevésbé fájó része, hát az aszbeszt botrány ennél sokkal súlyosabb, én szerintem. Ugye pont a bontás megkezdése utáni napokban, éppen gyermeknapon kezdték el az aszbeszt tartalmú tetőhéjazatnak a bontását. Teljesen nyilvánvalóan szabálytalan. Erről megint érdemes lenne a kormányhivatal vezetőjét megkérdezni, mert ő neki ugye kötve van a kező, hivatalos közleményeket tud kiadni. És nem igazán tud reagálni azokra, amik a városban elhangoznak ezekkel kapcsolatban. De szerintem el fog jönni az idő, amikor majd nyilatkozhat ebben az ügyben. Szóval tényleg nagyon röviden, mert tudom, hogy a gödöllőieket érdekli, a város adott megbízást a városháza bontására. A városvezetésnek, beleértve a polgármester is, nem kell mindenhez érteni, ez kétségtelen. Hát, leszerződik egy vállalkozóval, onnantól kezdve a vállalkozó dolga, hogy minden szabályosan, normálisan történjen. De a város részéről volt megbízott műszaki ellenőr. A műszaki ellenőrnek viszont látnia kellett, hogy nem a szabályoknak, előírásoknak megfelelően történik a tető bontása, és erről tájékoztatnia kellett a városvezetést. Ha ezt elmulasztotta, az nyilván az ő felelőssége, de most félretéve a szolgált jutat, ez sem menthet föl egy városvezetést az alól, hogy mi történt a főtéren.
Hát azért felnőtt emberek, azt gondolom, mindannyian hallottunk arról, hogy az aszbeszt micsoda. Tehát az azért egy felnőtt magyar embernek a tudatáig, már éppen a napokban hallottam egy műsort, Nyerkes Újfalut a magyar Csernobilként emlegetik, tehát az azért el kellett, hogy jusson az emberek tudatáig, hogy az aszbeszt, mint egészségügyi határérték nélküli anyag, a legkisebb, a mikrogrammi mennyiségében is halálos betegségeket tud okozni. Azt is érthetik az emberek, hogy a szabályos aszbesztbontás ez nagyon drága dolog, hiszen teljesen zárt technológiát ír elő. Abszolút zártan kell minden egyes aszbeszttel szennyezett anyagdarabot leszedni, raktározni és elszállítani. Meg az is teljesen világos, hogy a szabálytalan aszbesztbontás az viszont olcsó dolog. Meg az is teljesen világos, hogy egy drága és szabályos bontás és egy olcsó és szabálytalan bontás között egy jókora összegszerű különbség is van, hogy hol van ez a pénz, még senki nem kérdezte, kíváncsi vagyok, hogy mikor bukkan majd föl ez a kérdés. De az egész történetben szerintem az a legkülönösebb, hogy olyan polgármesterről, vagy olyan pártelnökről, még talán miniszterelnökről is hallottunk, hogy klasszikust idézzek, aki azt mondta, hogy nem kell kibontani az igazság minden részletét. Az viszont, hogy egy orvospolgármester, egy orvospártelnök, orvosi lelkiismerete ilyen ügyben nem szólal meg, ilyen aszbeszt ügyben nem szólal meg, az szerintem példátlan. Tehát ilyennel én még nem találkoztam. Beszélt róla a polgármester úr, az ő véleménye szerint olyan súlyos problémák nem történtek, én ebben megint nem tudok igazságot tenni, viszont kérdezném, hogy mivel folytassuk, hiszen a műsoridőnk nem a végéhez közeledik, hanem túlléptük. Hanem túlléptük a műsoridőt, csak egyetlen megjegyzést ahhoz, hogy kinek a véleménye milyen, tehát itt nem véleményekre kell alapozni. Egy aszbeszt bontásnál helyszínre telepített labornak kellett volna működnie, nem tudom, működötte, itt mérési eredményeknek kellene lenni. Ha akkor nem történt óriási hiba, sőt bűn, de azóta már kellett volna, hogy történjen, miután mindenki számára nyilvánvalóan nem szabályszerűen történt a bontás. Sok gödöllőivel együtt én is azt kérdezem, hogy mit tett a önkormányzat annak érdekében, hogy a károkat felmérje, ha voltak károk, azokat enyhítse vagy elhárítsa, illetve ha nem voltak károk, akkor azt dokumentálja a városlakók felé. Hát miután szerkesztő figyelmeztetett arra, hogy lejárt a műsoridő, akkor ha megengedi, akkor talán egy összegzést próbálnék mondani, hát ehhez a mai óriási témahalmazhoz. Szóval én tudom, hogy nagyon sok minden történik és hangzik el Gödöllőn, pró és kontra, nehéz az embereknek nyilván igazságot tenni, de azt gondolom, hogy én, mint Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő, körzetországgyűlési képviselője, mi mindannyian azért küzdünk, és akkor itt most felsorolhatnék egy csomó dolgot, azért küzdünk, hogy Magyarországot és Gödöllőt is, ezen belül Gödöllőt is megvédjük a kötelező migráns kvótának a hatályba lépésétől. Azért dolgozunk, és úgy tűnik, hogy már sikerrel, hogy Gödöllőnek végre elkészül az uszodája. Már megvan Gödöllőnek a strandja, azt szeretnénk biztosítani a továbbiakban is, hogy a kastély épüljön, szépüljön, működjön, eddig is állami pénzekből működött. Biztosítani szeretném a gödöllőjeket arra, hogy mindenféle ál és rémhírek ellenére a lakossági szemetet ezután is el fogják szállítani. Tehát semmi olyannak nem kell fölülni, ami első hallásra és még másodszor is furcsának hat. Március 15-e után érdemes végig gondolni minden egyes elhangzó állítás kapcsán, hogy mi lehet ennek a pártpolitikai háttere. Én bízom benne, hogy ezeket a támadásokat, hamis állításokat, ezeket ki tudjuk védeni, helyre tudjuk tenni, és a munka Gödöllő, mert Gödöllő városa és a gödöllőiek nagyon fontosak a kormánynak, személy szerint nekem is Gödöllő és Gödöllő városa a jövőben is hasonló intenzitással, sőt jobban tud fejlődni, mint eddig. Képviselő úr, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, én szerkesztő úr is, köszönöm a figyelmet a Színos TV minden kedves nézőinek.